Sziasztok, folytatjuk a kalandpályát. Az első rész népszerűbb lett, mint gondoltam. Egy kicsit meglepődtem rajta, nem gondoltam volna, hogy ennyire bejön nektek, de örülök, hogy igen. Sok pozitív visszajelzés jött, a megtekintés is nagyon szép rajta. Igen, ez most az önfényezős rész egyébként. Addig folytatom a sorozatot, amíg hát el nem készül a pálya, vagy amíg azt látom, hogy érdekesnek tartjátok. Igen, sok ötletet kaptam, aminek örülök. És jött is egy ilyen ötlet, hogy esetleg a ti ötleteitek alapján folytatom, de nem. Az majd egy másik pálya lesz, ez még marad a tervezett, meg átgondolt dolog. Ugyanis, hogyha így minden részbe beküldtök valamit, amit megcsinálok, akkor tartok tőle, nagyon kaotikus lesz, nehéz lesz majd egy vonalat tartani. De szerintem ez egy tök jó ötlet, majd egyszer azt is kipróbáljuk. Szóval most itt egyenlően a saját ötleteimet valósítom meg. És ja, a másik, nagyon jó észrevételeket kaptam. Például, ugye most úgy működik a rendszer, hogy megnézi, hogy van-e nálam fákja, azt elveszi, és megdicsér, hogy köszi, vagy ha nincs, akkor szól, hogy hozzak már, most így nagyon leegyszerűsítve. Mi van, hogyha nekem van más fákjám, ugye saját fákjám, és úgy nyomom meg a királyt, és nem az, nem konkrétan az, amit ő kér. Hát ugye akkor is elveszi, mert nem néz semmit a rendszer, csak az, hogy fákja vagy nem fákja. A másik dolog pedig, hogy mi van, hogyha előbb fölveszem a küldetéstárgyat, mondjuk akár véletlenül, akár direkt, tehát valahogy hozzájutok, és aztán beszélek a királlyal, és hopp, elveszi tőlem, mi van, nem is vettem föl küldetést. Ezek nagyon jó gondolatok, és ezeket is orvosolni fogjuk. Tehát most így okosítjuk. Múltkor sokat beszéltem, de most is kezdek már sokat beszélni. És így elment az idő, úgyhogy csak gyorsan összedobtam a szerkezetet, hogy használjátok, de nyugodtan tovább lehet fejleszteni, és most is ez lesz. Hol is kezdjük? Kezdjük azzal a résszel, azt talán sokan érdekesebbnek tarthatjátok, hogy ez a kattingatós beszélgetős rész, tehát ez ugye Terról lesz, itt mutattam is, hogy majd itt lesz, de nem itt lesz, itt csúnya, inkább arrébb rakom. Jó, ott lesz, így nincsen nagyon egybe, tehát egy kicsit szellősebben van. Így a felsőbe bírok egy szedlokot, hogy levegőt rakjon le. Ezt talán mutattam az első részben, nem tudom már, hogy így le fog rakni egy resztomblokot, és ez azonnal le is törli. Tehát ugye reszetelős dolgokat érdemes csinálni. És ebben fogja azt mondani, hogy a küldetés részleteit fogja mondani. Itt ugye ebben, ez a hozzon nekem fákját felirat helyett pedig, hát valami hasonló lesz, de azért más. Mondhat minden játékosnak. Ez egy tömb lesz benne többféle formázott szöveg, úgyhogy szöglete egy zárójel, és a tagokat pedig kapcsolt zárójelek közé. Az első kapcsolt zárójelben mondjuk a király neve lesz, hogy a király megszólít minket. Ez legyen, azt hiszem szürke színűvel szoktam, mindegy, szürke lesz. A szöveg idézőjelek közé, ezt szeretitek lehagyni. Ilyenkor nem lehet space írni, ha lehagyjátok, úgyhogy mindig írjatok. Én szögletes zárójelek közé szoktam írni a neveket, úgyhogy most is így fogom, és ez a nagyon kreatív király neve lesz. Aztán, ugye itt mondja azt, hogy ki fogja írni, hogy király, de szeretek sort törni, ez a backslash-en duplán is szeretek sort törni, úgyhogy dupla sortörés lesz. Szerintem megmutatom, ez így le tud futni. Ide? Nem tud lefutni, nem tetszik neki, hogy itt üresen hagytam. Írja, hogy király. Ugye ott látszik, hogy két sort is törtem. Most jön egy másik szöveg, aki mással beszélgetek, ott is két sort fogok törni, úgyhogy szépen el fognak egymástól különülni. Szóval a király azt mondja, hogy következő tag, a mondandója, az más szín lesz, ezért kell külön. Az fehérrel írja ki az, hogy ja igen, vissza egy kicsit. A király után egy szó köz, hogy ne folyjon egybe a szövegével. De akár lehetne itt a szöveg elején is egy szó köz. Én jobban szeretem a név után. Hello bátor. Harcos. Van egy küldetésem számodra. Jó. Nézzük meg. Hello bátor harcos. Van egy küldetésem számodra. És akkor jön a igen nemes rész, vesző, egy következő szöveg, és akkor mondjuk először egy ilyen ráutaló, hogy válasz.
ráutalósz, jól megmondtam. Tehát zöldek írjuk azt, hogy válasszon. Válasz, kettős pont. Na igen, ez most így egyben van az előző szöveggel, tehát beírtam, hogy küldetése számodra, pont. A következő szöveg pedig az, hogy válasz, kettős pont. Ez így egybe fog szépen folyni, mutatom. Ja, hát pont a sor végén, vagy hogy a következő sorba kerül, de meg tudom mutatni, hogyha kevesebbet írok. Így. Akkor úgy egy sorban van. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy kell egy backslash-en ide. Úgy kezdje, új sorba. Jó, és akkor ezután jön két kattinthatós szöveg. Megint kapcsolatzárójel. Én a linkeket szeretem aquascene-nel írni. Ez csak egy ilyen szokás. Minden, ahol kattintható szöveg van a chatben, ott azt ilyen színnel írom, meg szögöt egy zárójelek közé írom. Tehát, hogy egységes legyen a dolog, és átlátható. Hogyha nem írom ki, hogy ide most kattintani kell, akkor is úgy érezze az ember, hogy ilyen szokott lenne a kattintható szöveg. Tehát szeretek ilyen konvenciókat használni. Igen, tehát aqua, a szöveg az, hogy mondjuk segítek, és most jön ez a click eventes dolog. Azt akarom, hogy kattintható legyen. Vessző. Click event. A kattintás eseményre, hogy reagáljon. Kapcsol zárójel, mert ebben van több tulajdonság is, tehát ez egy összetettebb rész. Action, hogy mi történjen, itt van többféle, nekünk az kell, hogy futtasson le egy parancsot, de akár ugye lehetne azt is, hogy nyissa meg egy URL-t. Run command, vessző. Mi legyen az a command? Ez a value részbe kell írni. Így, ezt is idézőleg közé, most legyen üresen hagyom, és lekérem itt ennek a kódját. Per, set block, tab, 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 redstone block, Ctrl-A, Ctrl-C. E igen, szoktátok kérdezni, hogyan másolom, Ctrl-A mindent kijelöl, Ctrl-C mindent másol, ide bejövök, Ctrl-V, puf, úgy ki is írja, szép, csak még egy sort kéne törni, de segítek előtt is. Mhm. Hogy? C-A. Csak tesztelünk. Úgy. Hello Bátor harcos, bla bla, válaszok, segítek, akkor A. Gyönyörű. Oké. És akkor le kéne másolni az utolsót, hogy nem segítek. Mondjuk legyen egy ilyen lehetőség. És akkor innentől kezdődik, lenyomom a shiftet, most akkor mondom a gombokat is, nyomok egy endet, az end az ugye a sor végére ugrik, de a... Nem, akkor most megnyomom az endet, akkor sor végére ugrok, megnyomom a home gombot, előre ugrok. Most megint megkeresem. Igen. Így. Lehet kattintani, a kurzort lehet mozgatni, nem tudom, ezt hányan ismeritek. Ha szeretnék valamit kijelölni, lenyomom a shiftet, nem tudom, tényleg tudom-e húzni az egeret, nem tudom, jó, csak kipróbáltam. Tehát, ne nyomjátok a shiftet, ha valamit ki akartok jelölni, és jobbra vagy balra gomb, és akkor jelölgetek így. Jobbra meg balra gomb. Illetve, mielőtt most a végén van, még gyorsabb, hogyha lenyomom a shiftet, plusz az end gombot, ez ugye azt jelenti, hogy a shift, hogy jelöljek ki, az end pedig, hogy ugorjon a kurzor a végére, úgyhogy ez a kettő így összeadódik, és akkor így a végére ugrok. Most nem látszik, de a szögletes zárója is ki van jelölve a végén, úgyhogy egyel visszaugrok. Most látszik. Hát ide ugrott az előbb, és azért kellett egyet visszamenni, hogy nekem csak ez a kapcsos rész kell. Ctrl-C. Aztán megint end, hogy itt legyek a végén. Vesző. Ctrl-V. Kész. És akkor most már két segítek gomb van. Le kell gyártanom egy ilyet is. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Jó. És a második segíteket kiavítom arra, hogy nem segítek. Jó, hát ezek alapján szerintem meg tudjátok írni ezeket a terrógokat is. Jó, az egyiket még megírom, csak megint úgy húzom az időt. Úgy érzem, hogy húzom az időt, de szerintem azért annyira nem haszontalan, amit mutatok. Na, tehát lerakja ide majd a redstone blokkot és aktiválja ezt a terrót, ami mondatja majd a játékossal, hogy állok elébe. Nem. De mondatja a játékossal, megmutatom a szelektort, igen. Mondassa azt a játékossal, ja. Akkor... Tehát igen, itt is több tag lesz, úgyhogy szögletes zárójel. A kapcsolatban a játékos nevekkel, nem tudjuk, hogy ki játszik vele, úgyhogy egy szelektor.
Igen. Lehet idézőjelek közé írni. Én itt le szoktam spórolni, mert itt tuti, hogy nem lehet benne szó köz. Legközelebbi játékos. Jó. Én szeretem a neveket golddal írni, mármint a játékos nevét. Így. Hát most annyit fog csinálni, hogy kiírja aranyal a játékos nevét, ez az engem. Igen. Most, hát csak ennyit írk, hogy Csabusa, de én ugye, mint mondtam, szögletes zárójelek közé szeretem rakni, úgyhogy ez még két tag, vagy tag, ide elé. Hogy mindig össze-vissza mondom ezeket a szavakat. Golddal. Ugye megint a dupla sortörés, backslash n, argr q, de egyébként remélem sokan megnéztétek a kalandpályaépítős videót, amiben magyaráztam ilyeneket, azt hiszem ezt is. Tehát dupla sortörés és a nyitó szögletes zárójel. Megint ugye oda mentem a végéhez, shift és akkor lenyomva tartom a nyilat, így szépen ki tudom jelölni, ctrl c, end, odaugrok a végére, ide a kapcsosnak a végére, vesző, ctrl v, ugyanis nagyon hasonló kell, csak záróban. Meg utána egy szó köz. Igen, ide egy vesző, egy másik tag jön. A mondani valót pedig ilyenkor én yellow színnel szeretem írni. Text, mit fogok mondani? Állok elébe. És akkor beszélek a királlyal. Hát ha nem segítek, akkor nem történik ugye semmi. Jaj, igen, de hogy ne történne, nem írtam be a parancsot, igen. Most megnézem, ez X irányba plusz kettővel van arra. Tehát most mindegyiken ugyanaz a click event van, ugye közben pedig a nemes részen kell, nemes rész. Tehát amikor azt mondom, hogy nem, akkor X irányba kell kettővel pozitív irányba tolni. Azaz ez itt 5 lesz. 1. És akkor most már tényleg nem fog történni semmi, ha nem segítekre. Kiírő, leraktam a blokkot. Jó. De ha segítek, akkor Csabusa azt mondja, hogy állok elébe. Úgyhogy ott a sortörés. Nagyon remek. Jó. Akkor ezt a részt egy kicsit pontosítottuk. Itt van, amikor köszi a fáklyát. Ez ugye ugyanerre a formára. Most ezt nem gépelem be, tényleg csak a érdekes részt fogom akkor mutatni. Ezt videón kívül majd megszerkezgetem. Megmutatom, hogy hogyan lehet különböző nyelveken kiírni. Mármint, hogy én hogyan szoktam. Ez is csak egy módszer, de lehet sokfélét. Én úgy szoktam csinálni, hogy egyszerre aktiválunk két command blokkot. Jó, hát két nyelvnél két command blokkot. Ahány nyelv van, természetesen annyi command blokkot lehet egyszerre. De selectort használok, így nem fogja az összes nyelvet kiírni, hanem csak ami ki van választva. Most mutatom konkrétabban. Tehát nekem itt föl van ír, föl van véve, most az összeset kilistázza, ez nem jó. Akkor így, players, set, Csabusa. Van egy ilyen, hogy nem vettem föl. Akkor még egyszer, objectives list. Ezek a képességek miatt vannak fölvéve. Score-ban tárolja. És úgy látom, nem vettem föl. Jó, hát akkor az elejétől kezdjük. Jó. Scoreboard, objectives, igen. Add, én langnak szoktam elnevezni, a language-nek a rövidítése, ugye? És ez dummy típusú, azaz mi adjuk meg az értékét, semmit sem számol. Ugye van sokféle score, ami az életet, halált, tárgyhasználatot, tárgytörést, bányászást, tehát rengetegféle van, iszonyatosan sok. Nekünk ez a dummy, ez nem számol semmit, tehát csak akkor változik az értéke, hogyha kódból írogatjuk. Jó. Enter. Most van egy ilyen dumming, ami lang. És én úgy szoktam csinálni, hogy amikor a játékos nyelvet választ a pálya elején, akkor valójában ennek a langnak állítja az értékét. Úgy szoktam, hogy a nulla az angol, az egy pedig a magyar. Tehát ideugrunk a selectorhoz, hogy írja ki azoknak, akiknek a score-ja, a lang score-ja legalább egy. Egy vagy annál nagyobb. Én mivel csak ugye egyet meg nullát használok, ezért hát az ugye a magyar lesz. Ha több nyelvet akarunk, akkor ugye nem elég ennyi. Tehát ha már három nyelv van, akkor már úgy kell, hogyha pontosan egy. Feltéve, hogyha a másik nyelv az kettő, nem az egy a legnagyobb érték. Lehet negatív is egy score.
De hát én így egyszerűen a rövidség kedvéért csak ennyit írok, hogy legalább egy, mert annál nagyobb út se lesz, ugye, csak kettő van, egy vagy nulla. És az angolnak pedig ennek megfelelően ugye lang egyenlő nulla, ez azt jelenti, hogy maximum nulla, nulla vagy annál kisebb, de hát úgy se lesz kisebb, úgyhogy megfelelő úgy. És ugye abba pedig angolul írjuk a szöveget. Így. Tehát, szerintem ezt így lemásolom. Elég csak az elejét. És akkor megmutatom, hogy ez tényleg működik. Na, ezt jól csináltam. Tehát annyit fog kérni, hogy angol, hogyha én angolul játszom a pályát. És akkor mit kéne aktiválni? Ezt itt. Most valószínűleg semmit sem fog írni. Semmit sem ér ki. Mert amikor létrehozunk egy score-t, akkor az értéke null. Ez nem azt jelenti, hogy nulla, hanem hogy nincs értéke. Tehát egyszerűen nincs. Nem tudja összehasonlítani semmivel. Nem tudja megmondani, hogy ez legalább nagyobb vagy kisebb, mint egy érték, vagy pontosan egyenlő, de nem tudja összehasonlítani, nem létezik. Remélem ez érthető. Ezt hívjuk nullnak. Úgyhogy értéket kell adnom magamnak. Innentől kezdve már működni fog. Players set. Ja, igen, Csabusának. Na, a langot. Mondjuk, igen. Mondjuk magyarul akarok játszani, akkor ugye a langnak egynek kell lennie, megnyomom. Igen, kiírja magyarul. Ha angolul akarok játszani, akkor a pálya elején ezt nullára állítom. És akkor az angolt írja ki. Egyszer aktiválódik a két command block, egy helyen van, ez azért jó. Nem kellene ilyen külön mindenféle kapuk, hanem lehet egyszerre aktiválni ezeket a command blokkokat, de úgyis azt fogja látni a játékos, hogy melyiket választott az elején. Na, a másik dolog, azt is itt ezen a kis helyen fogom megmutatni, hogy ne lehessen elvenni a ládát, amíg nem beszéltem a királlyal. Ez is egy lényeges elem. Mondjuk van ez a láda. Igen. Ez le lesz zárva, amíg nem beszélünk a királlyal. Ennyi a titok, de akár azt is csinálhatnám, hogy adok neki kulcsot. Mert a játékosnak adok kulcsot, és azzal tudja kinyitni. Én most a lezárósat csinálom meg. Illetve nem, szerintem nem is kell megcsinálnom. Tudjátok, a jutalmat így csináltam meg, ugyanez. Alapból lezárom a ládát, és ha ki akarom nyitni, akkor az ugye ezen az ágon van. Ha nincs nálam a fák, ugye akkor aktiválódnak ezek. De jó, csak akkor gyorsan megcsinálom. De ráviszem a célkeresztet per... Á, nem, mutattam múltkor. Szerintem megmutattam azt múltkor. Itt van. Ja, csak tárgyat raktunk bele. Jól van. Hát akkor mégis csak megmutatom. Nem tudom, melyik a jobb. Jobb, amikor berakjuk a tárgyat, azért is csináltam úgy, mert úgy megvan a tárgynak a kódja. Így pedig, ha legyártok egy tárgyat is belerakom, és aztán meggondolom magam, hogy nem, mit tudom én, csillámtelefonnak akarom nevezni, hanem csillámlámpának, akkor ugye csak át kell írnom a kódba, és kész. Úgy pedig ugye újra le kell gyártam egy tárgyat, de nem bajom, megmutatom ezt a módszert. Ráviszem a célkeresztet, per, blogdata, tab, és zárójelbe, oppá, lock, mi legyen zárva, tök mindegy. Nem tudom kinyitni, csak hogyha XXX nevű tárgy van a kezembe. Ezt pedig, most kimásolom ezt a kódot, beillesztem, és kitörlöm ezt az XXX-et. Ez azt jelenti, hogy ha ez lefut, akkor ne kelljen hozzá kulcs. Tehát, hogy üresen hagyjátok, így lehet feloldani egy ládát. És akkor most zárva van, beszélek vele angolul, akkor már kinyithatom. Tehát ennyi volt a trükk. Érdemes meg ilyet csinálni, szoktam ilyesmiket, hogy lerakni olyan command blokkokat, amik igazából a teszteléshez kellenek, meg a szerkesztéshez. Tehát most ezt az XX-eset ide berakom, és lefuttatom, hogy úgy hagyjam itt a pályát, hogy ez le van zárva. De persze ez nem itt lesz, hanem majd valahol máshol. Sőt, én úgyis blogdatával fogom megcsinálni, úgyhogy még inkább. Na meg olyat is lehet csinálni, hogy az ajtót zárjuk le, tehát oda vezető úttal. Tehát annyiféleképpen le lehet zárni egy pályarészt vagy egy ládát, úgyhogy legyetek kreatívak. Szóval, mit még akartam így gyorsan megmutatni,
Azért nem semmi, rendesen megy az idő, ha az ember magyaráz. Hogy ne akármilyen fákját vegyen el, most tök mindegy, milyen fákja van nálam. Nekem kifejezetten a... Most itt kinézek magam mellett egy tárgyat. Ne számológép, papír, ceruza. Hajtogattam darukat. Jó, akkor legyen daru. Tehát a darunak nevezett fákját veszi csak tőlem el. Hát olyan csak nem lesz véletlen a játékos, nem. Hogy hogyan lehet? Na most a clear parancson szoktam keverni a szintaktikáját, úgyhogy ilyenkor puskázok. Beírom, hogy per kérdőjel clear. És akkor ott látom alul. Megvan a játékos, a tár, igen. Most jön a data rész. Tök mindegy, mínusz egy, az azt jelenti, hogy bármilyen datás is legyen a tárgy. Hát ez a datás az azt jelenti, hogy most itt a köveknél itt van, ezek mind, ennek mind kő azonosítaja van. Látjátok, hogy stone, 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 a data különbözik. 0, 1, 2, stb. Ott a perjel után. Jó. De ha ide mínusz egyet írtok, az azt jelenti, hogy nem érdekel a data. Jó. Data. Aztán max count. Ez, hogy maximum hány darabot vegyen el, nem minimum. Tehát nem lehet ezzel boltot csinálni. Sokan próbálnak így boltot csinálni, de csak egy tárnál lehet. Azért, mert azt mondja, hogy maximum. Tehát, hogyha nincsen, mondjuk 10 fákját kéne elvennie, de nincsen nálam 10, csak 5, akkor is lefut a parancs, elveszi azt az 5-öt, és azt írja ki, hogy oké, okay, tehát a komparátor jelet küld, de mindet el akarom most venni, mínusz 1. Itt is ugyanez a szintaktika. Ha nullát írok, akkor nem veszi el, azzal ugye csak ellenőrizni lehet, hogy van-e nálam. Mínusz egyet pedig mindet. És most jön a data tag, az érdekes rész. Kell egy, hát ugye szokásos kapcsolzárójel, aztán egy display nevű tag, megint kapcsolzárójel. Ezen belül van a name. Ide kell megadni, mi legyen a tárgy neve. Mit mondtam? Daru. Csak a daru fákjákat veszi el. Enter. És akkor... Most így megnyom, akkor ne legyek már angol. Egy. Így. Tehát akkor így meg akar engem bízni a küldetéssel. Sőt, most jut eszem, hogy ezt a kommandókat nem is ide kéne rakni. Hanem hogyha elfogadjuk a küldetést, azaz ide. Szoktam ilyen kommenteket is csinálni, ezt is ajánlom a figyelmetekbe. Fogok egy táblát, és akkor ide ráírom, hogy... hogy mit tudom én segítek, tehát hogy egy ez itt mit aktivál, vagy hogy visszajövök később, akkor lássam. Ilyen kommentelős dolog. Ez meg már nem kell, ugye. Ha elfogadom, akkor nyitja ki a ládát. Jó. Tehát igen, beszélek vele, nincs nálam. És most remek. Most gyorsabb ülőben átnevezve, de hát ugye kódból szoktam. Csupa kisbetűvel írtam. Jó. Van nálam daru. Legyen nálam más fákja is. Sőt, lemásolom egy ládába, hogy ne kelljen újra legyártani. Sőt, most van nálam fákja, de nem daru. Ez így megnyomom, akkor meg akar bízni a küldetéssel. Elfogadom, oké, elmegyek én a daruért. Tök mindegy, mennyi van nálam, mindez el fogja venni. És így beszélek vele, akkor már köszi a fákját. És ezt is kiírja. Az van, hogy amikor megnyom a gombot, akkor ez egy darabig benyomva marad, küldi a jelet, és hát ez így végigfut, meg minden, meg reszeteli, úgyhogy innen elmúlik ez a lezárás. Viszont a gomb akkor még mindig aktiválva van. Amikor reston blokkal aktiválom, akkor az csak egy pillanat. Ugyebár. Mert azonnal kiüti. Most ott nálam van. Csak így nem írja ki kétszer. Igen, tehát tökéletes példa, tesztén is, oda kell figyelni. Most már nincsen fák, hogy megkérdezi, de eddigre már rég leütötte azt a gombot, úgyhogy nem tudok ilyenkor már újra beszélni vele. Úgyhogy így csak egyszer tudom lejátszani a küldetést, ez is megvan oldva. Jó. Mi lesz a következő részben? Ezt a küldetést már nem fogom tovább marszangolni, szerintem tehát innentől kezdve ti is tudnátok folytatni, hogy lerakom valahová a ládát, meg hogy hogyan zárom le, meg a nem segítek szöveget megírni, tehát így a különleges részt azt megcsináltam. Nem tudom, mi lesz a következő részben.
meg kitalok valami más, tehát hogy ne arról szóljon, hogy ilyen küldetéseket gyártok, és akkor hát csak a tartalma változik, de a felépítése az ugyanaz lesz, úgyhogy mindenképpen keresek valami újat. Jó, remélem ez a rész is tetszett nektek, és nagyon tanulságos volt. A kézzük, hogy óvjam.